Támogatóink a BMW és a Kawasaki. Gumiszakértőnk a Revolution Motor. Ruházatunkról a Danger Bikes gondoskodik. Média partnereink a Motor Revue magazin, valamint a motorinfo.hu. A Go Bike magazin ismét offroad vizekre evezett. Lawler készül ugye a Dakar, és meghívott, hogy megnézzük egy picit, hogy hogyan zajlik egy ilyen felkészülés. Ugye 40 fok van, térdig érő homok, úgyhogy tényleg ez nagy kihívás a motornak, illetve a motorosának is. És hát ugye nem akartunk gyalog jönni, úgyhogy elkértük a Hondától az új Africa Twint. Végre 2016-ban a Honda ugye kihozta a várva várt Africa Twint. Nos, de még egy picit beszélgessünk Lawlerral, hogyan alakul a Dakar felkészülésed? Nagyon jól állunk a felkészülésben, nevezésünkben van fizetve, motor megvan, őrült módon edzünk arra, hogy mindenféle szinten agyilag és testileg fel tudunk készülni a nagy megmérkőzésre. Volt ugye évelején még szó róla, hogy esetleg motort váltasz, ugye most megbeszéltük, hogy megvan a végleges megoldás, mivel indulsz. Marad a 450-es rally motorom, amit ugye elmúlt adásban is láthattak a nézők. Sajnos nem jött össze annyi pénzt, hogy le tudjam cserélni a motort. Úgy gondolom, hogy ő már teljesített egyszer a Dakart, megnyerte már, így már csak rajta van a feladat. Hogyan állsz a háttér megteremtésével? Ugye van egy elég egyedi kezdeményezésetek. Igen, úgy állunk az anyagi háttérre, hogy megvan a nevezés, be van fizetve, van egy motorom, és sikerült mellé még egy kis, hát ha ki lehet mondani, 5 millió forintot gyűjteni, és a fennmaradó 10 millió forintot szeretném úgy összeszedni, hogy eladom a kilométereimet a Dakarra. Ez úgy néz ki, hogy ugye nekem 30 millió forint az összköltségem, 10 000 kilométer, és így 1 kilométer 3 000 forint, és várom azok az embereknek jelentkezését, akik tudnak azonosulni ezzel a dakaros törekvéseimmel, és ha vesz magának kilométert, akkor első kézből tud értesülni a Dakaron történtek dolgokról velem. Ha valaki esetleg úgy döntött, hogy szeretne téged támogatni, akkor hogyan lehet ezt a dolgot elérni? Csináltam egy külön weboldalt ennek a projektnek, aminek Lawler Dakar a címe, és ezen rólam és az egész dakaros sztoriról első pillanatban lehet értesülni minden kis kulisszatitkokról és a felkészülésemről, és erről levezetek egy blogot, egy héten kétszer jelentkezünk be, a Dakaron minden nap fog jelentkezni ez a történet. Nos, és hát akkor térjünk át ide a mai tesztalanyra, Honda Africa Twin, és hát ahogy már mondtam, az offroad motorozási képességen egy picit hitványak, de hát ugye Lawler viszont maga biztosan mozog itt a terepen, úgyhogy hát ugye Africa Twin, és hát van egy Dakar menünk, ami nehézséget okozott, ugye rögtön az elején szögezzük le, hogy ugye utcai gumik vannak ezen az Africa Twinen, tehát volt ebből egy offroad kivitel is, viszont sajnos már azt nem tudtuk elhozni, úgyhogy hát ezzel a félig utcai, félig offroad gumival tudtunk kijönni. Ennek ellenére azért mind a ketten megállapítottuk, hogy viszonylag jól mozog a motor, annak ellenére ugye 235 kiló. Mit éreztél? Igazából újra egy álom teljesült, mert egy legendával állunk szemben, és nekem mindig is álmom volt kipróbálni az Africa Twin bármelyik típusát, és ugye ez nagyon tetszik nekem ez a motor, ugyan most a KTM-es rajongók fogják be a fülüket, de elgondolkoznék azért, hogy KTM vagy Honda. Nagyon tetszett a motor, egy kicsit talán azt mondanám, hogy túl puha rugózása erre a terepre, de én ugye elfogult vagyok, mert a homokos részeket imádom. Aszfalton nem annyira motorozom, de hogyha rátévednék az aszfaltról a földútra, akkor se lepődnék meg annyira. 2016 az idei évre jött ki az új Africa Twin, a legutolsó széria az 2003-ban volt, tehát több mint 10 éve, ugye 13 éve volt az utolsó Africa Twin, ami legördült a futószalagról. Közben volt egy Varadero nevű próbálkozása a Hondának, de azt megállapítatjuk, hogy ez nem egy jó motor volt, de azért közelítette meg az Africa Twinnek a népszerűségét. Nos, hát ugye gondolkodik az ember, hogy V2, sor 2, ugye ez majd nem V2, viszont sor 2-es blokk található ebbe, viszont a főtengely 270 fokban el van ékelve, így nagyon hasonló a V2-eshez a hangja, illetve a teljesítmény leadása, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon alacsony fordulatszámon, tehát ilyen 2000 alatt 1500-1700-as fordulatig egy picit nehézkesen indul, onnan viszont 2000 fölül viszont nagyon szépen el lehet a motorral gyorsítani. Ez az 1000-es sor 2-es blokk, ez körülbelül 100 lóerőt tud teljesíteni, és egy picivel 100 lóerő alatt adja le a nyomatékot. És használtam a motort, utcai használatra megfelelőnek éreztem a futóművet. Nyilván nagyon erős fékezésnél, teherváltásnál ugye bólogat a motor,
Elől ugye 230, hátul 220 mm a rugóútja, ami azért aszfalton, hát azért egy kicsit furcsa, hogy az ember így imbolyog, de ugye megjegyeztek, hogy itt terepen is, hogyha pont úgy adta ki a hupli, vagy pont a hullámok úgy adták ki, akkor azért össze tudott ülni, az elejé össze tudott koppanni, de hát azért a futóművön lehet állítani. Most beszéljünk egy picit a motorblokkot kiszolgáló, illetve az egész motort kiszolgáló elektronikai csomagokról. Az ABS ugye most már kötelező minden unióban értékesített motorkerékpárba benne lennie, viszont ugye terep motoron pedig ki kell kapcsolni az ABS-t. Ezt a nyomógombot, hogyha sokáig nyomjuk, akkor hátul kikapcsol az ABS, elől ugye bekapcsolva marad. Zavart ez téged, hogy elől ment az ABS? Igen, néha kicsit meglepett a motor, amikor egyenesből elpírtunk gyorsulni, hogy a kipörgésgátló nem működött annyira, akkor fékezés közben elkezdett bekeményedni a fék kar, és visszanyomkodta a kezemet a karon, és néha eltolt az elejét a motor fékezés közben. Ez, hát mondom, nekünk nem annyira jó hír, de a utcai versenyzőknek, akik kijönnek a terepre, annak ez hibátlan lehet. Én szeretném, hogy elkezdett húzni a féket, és szépen kikeményedik a fék, vagy bekeményedik a fék, és a nyomáspontja kitörődik. Hát érdekes módon, hogy az ABS visszakeményíti a féket. Hát ugye hátul ki lehet kapcsolni, de a hátsó ABS-t is, ha valaki szeretné, természetesen visszakapcsolhatja. És ugye a kipörgésgátló is dolgozik a rendszerbe. 3 fokozatba állítható, ez a legmagasabb beavatkozási szint, itt dolgozik a legjobban. Van egy középső és egy 1-es fokozat, és ha folyamatosan nyomjuk, akkor teljesen kikapcsolok. Van még egy ABS-ünk, ez szintén, ha folyamatosan nyomva tartjuk, akkor itt a műszerfal vissza is jelzi egy kis nyíllal, hogy hátul bizony nem fog működni az ABS. A másik jel az csak azt jelenti, hogy ugye egy 30-as tempót el kell írni ahhoz a rendszernek, hogy tudja értelmezni az ABS jeleket. Jó, a maga a műszerfal egyébként ez egy viszonylag letisztult, egyszerű műszerfal, egy fordulatszámérő, egy sebességkijelző, illetve hát a legfontosabb adatok. Ami egyedül zavart, hogy a Dudának a gombja, az nekem pont valahogy az index helyére esik. Tehát amikor indexeltem idefelé jövet és vissza akartam zárni az indexet, akkor mindig megnyomtam a Dudát, úgyhogy legalább 5-ször sikerült egyet Dudánom, de azt gondolom, hogy ezt azért meg lehet szokni. Jöttünk be a terepre, itt volt egy ilyen nagyon szilárd, ilyen kavicsos útfelület, ahol eléggé keresztbe állt a gép alattam. Tehát örültem, hogy 1-es fokozaton van a kipörgésgátló, szerintem, ha nincs bekapcsolva, akkor átesek a kormányon. Ez szerinted mennyire használható itt terepen? Elég komfortosnak éreztem rajta magam. Hogyha megfelelően adtam a gázt, akkor nem is dolgozott, csak finoman kell kezelni, és akkor akár egy ilyen kezes báránynak tűnik a motor. Meg voltam elégedve vele. Szeretnék egyet kihangsúlyozni, a fék nagyon jó volt, a fék rajta, ezek meglepően jók. Ugye, hogy off-road területen is erős a gép, azt mi sem mutatja jobban, mint hogyha a kerekeire pillantunk. Ugye fűzött kerekeken gurul lánchajtással, és ezek a fűzött kerekek ugye elől 21 col, hátul 18 colos méretűek, úgyhogy ezek a kerekek is elősegítik azt, hogy az off-road körülményeket ugye jól bírja a gép. A lábtartókból a gumit ki lehet szedni, hogyha valaki cross csizmával próbálkozna. Itt a kipufogók alatt, vagy a kipufogó mellett ugye van egy kartervédőnk is, ugye radiális Nissin fékek, hátul is ugye Nissin rendszer dolgozik, de ahogy már megbeszéltük, ugye a fékekkel igazából nem volt gond, az ABS pedig mindenki úgy tudja kapcsolni, ahogy akarja. És akkor visszatérve egy picit az on-road használatra, tehát ha kimegyünk közútra, akkor tényleg az egész világ, hogy úgy mondjam, kisimul, nagyon jó a blokk, nagyon könnyen lehet használni, jók a fékek, jó maga az egész motornak az egyensúlya. Arra az egy dologra kell figyelni, hogy a rugót miatt, ugye ahogy elengedjük a gázt, vagy fékezünk, sokkal nagyobbakat mozog a motor. Engem mondjuk ez a plexér nagyon picit zavart, ugyanis az én látóteremnek pont a közepét vágja el a plexinek a teteje, úgyhogy ez egy nagyon picit zavart, illetve a tükrökbe nem láttam annyira jól, tehát ezt nem tudtam pontosan beállítani. Körülbelül 130-as tempóval könnyedén lehet vele menni, 130-nál körülbelül 4200-at forog a motor, és ugye crossisak volt rajtam, tehát azon van egy jó kis shield, ennek ellenére egészen jól eltereli ez a magas plexi a menetszelet. Úgyhogy a túra használatban azt gondolom, hogy nagyon jó a gép, tehát aszfalton nagyon jól lehet használni, hát nyilvánvalóan valamiféle kompromisszumot kell kötnünk, ugye ezzel a 21-es
hát félig mondjuk ilyen enduro vagy félig terepre is alkalmas gumival, azért az aszfalton nem fogunk tudni olyan íveket támadni, mint mondjuk egy 17-es első kerékkel, és hát nyilván ha terepre megyünk, akkor oda viszont a bütykös gumik kell lennének. De én azt mondom, hogy ilyen összességébe véve, aki on-off-road túrákra szeretne vállalkozni, annak nagyon jó választás lehet az Africa Twin. Két mondatban mi az, ami megfogalmazódott benned a nap végén az Africa Twinről? Igazából én kiemelném az ülésnek a kényelmét, nekem nagyon-nagyon kényelmes volt, legalábbis az én motoromhoz képest az ülés pozíció rajta. Egyet tehát gondolom az nem lehet kialakítani rendesen, de a tank, hogy magasan van, és ezért kicsit, hogyha sok benzin van benne, akkor imbolyog. Ennek mutatom be. Egyébként nem csalódtam a motorban, nagyon-nagyon tetszik. Mindenkinek ajánlanám, aki Honda párti mindenképpen. Van egy barátom, akinek van egy ilyen motorja, én most készül Afrikába egy túrára. Hosszú túrákra szerintem hibátlan a motor. A felkészülésnek egy része az, hogy próbáljuk minél több időt motoron tölteni, és beneveztünk egy olyan váltóversenybe, ahol 6 órán keresztül kellett motorozni. Ő ebből a ilyen motorral jött. Ugye ránézünk a motornak az arculatára, ez ugye a Honda Tricolor szín, kék, fehér, piros, és egy nagyon jó kis sportos képet ad a motor, tehát tényleg egy ilyen határozott megjelenésre, nagyon szépek a vonalai, egy vaskos első villa, és tényleg egy ilyen erőt sugárzó kinézete van a gépnek, és ami az érdekessége, igen, pont ezt akartam mondani, hogy egy ledes fényszórót kapott. Hát éjszaka nem mentünk vele, nem tudom, hogy ez a ledes fényszóró mennyire világít, de én azt gondolom, hogy akár jó is lehet, minden esetre a megjelenése nagyon-nagyon jó ennek a motornak. Ha belenézünk a blokknak a kidolgozása, a váz, a kipufogó leömlők, a kerekek, a villa, ez tényleg mind nagyon egységes és nagyon jó kis képet ad az Africa Twinről. Aki a kiegészítők között keresgél, természetesen túradobozokat is talál, ugye egy topkészt és két oldalsó dobozt is rá lehet tenni az Africa Twinre, ezzel ugye megkönnyítve a túrázást, és hát aki pedig ugye az off-road élmények felé kacsingat, annak egy ilyen bukó keretet lehet a motorra tenni, ami megvédi a motorblokkot, illetve a blokknak az alsó részét. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó on-off-road gép, nyilván hát nagyon kemény terepre azért a súlya miatt egy picit nehéz, de aki szereti az ilyen kihívásokat, esetleg közepes nehézségi terepre ki mer jönni ezekkel a motorokkal, azoknak bátran ajánlhatjuk. Támogatóink a BMW és a Kawasaki. Gumiszakértőnk a Revolution Motor. Ruházatunkról a Danger Bikes gondoskodik. Média partnereink a Motor Revue magazin, valamint a motorinfo.hu.